2015. október 22-én adománygyűjtő gulyáspartit szervezett a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ. Az akcióval a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet támogatták. A 2005-ben alakult szervezet célja a szegénység, az éhezés és az alultápláltság csökkentése az országban. 2009 óta van szerződésünk a Magyar Élelmiszerbankkal, és azóta minden évben az ő segítségükkel számtalan alkalommal tudunk osztani. Általában az évesi osztások száma eléri az 5-6-ot. A Magyar Élelmiszerbanknak ez már a negyedik alkalom, amikor megrendezi az Együnk Egymásért programot. Mi viszont tavaly voltunk először ennek a részesei, és akkor annyira tetszett, hogy idén úgy gondoltuk, hogy megismételjük, és ebben partner volt az Élelmiszerbank, és partnerek az összes kollega, akik aktívan részt vettek ebben a főzőcskében. Az akció lényege, hogy az intézmény munkatársai főznek egy tál ételt, mi most egy kicsit kibővítettük, meg egy komplett menüt állítottunk össze, és az pedig a helyi lakosoknak, a képviselőtestület tagjainak, vállalkozóknak, kvázi meghirdetjük, hogy lehet adományként megvásárolni támogatójegyeket tőlünk. 500 forint volt ennek a menünek a kikiáltási ára, de ennél nyilván nagyobb adományokat is nagyon szívesen fogadtunk, és jöttek is nagyobb adományok. Ezt az összeget pedig mi összegyűjtjük, és a Magyar Élelmiszerbankhoz eljuttatjuk. Ők meg 30-szorozzák a befolyt összeget, és ezzel pedig nagyon sok családnak tudnak a téli időszakban tartós élelmiszercsomagot összeállítani. Az adománygyűjtő akcióra már egy nappal korábban elkezdett készülni a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ csapata. A gulyásleveshez 15 kg marhahúst és 35 kg zöldséget dolgoztak fel, mellé pedig 18 kg házi kenyeret sütöttek. Ezen felül még 55 tojásból palacsintát készítettünk, ami 400 darabra sikeredett, és gyakorlatilag 180 adag volt, amit ki tudtunk adagolni, és ezen felül még 20 adag maradt gyakorlatilag a üstben. Ez sikeresebb volt, mint ezt megelőző év, amikor csilisbabot főztünk, annak is nagy sikere volt, de szóval ez azért jelentősebb. Gyakorlatilag ebben az összegben, tehát az 500 forint értékben minden támogató kapott fél liter gulyáslevest, kettő darab palacsintát, egy kakaósat és egy lekvárosat, és ehhez házi kenyeret kapott. Az Együnk Együtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesületért akciót számos kistarcsai támogatta. Körülbelül 30-an fogyasztották helyben az ételt, 75 kiszállításunk volt, és ugye a 160 adagból a többi az pedig eljött érte és elvitte. A kiszállításhoz pedig van az intézménynek egy gépjárműve, ami alkalmas arra, hogy ételt szállítsunk vele, és ezzel egyik kolléganőnknek a párja volt az, aki vállalta a fuvarozást, és ő volt az, aki címre szállította az ételt. Nagyon nagy segítséget jelent nekünk, hogy a polgármesteri hivatal nagyon nyitotta a segítségre, tehát akár a hivatal vezetője, ugye Cukerné Pintér Erzsébet volt az egyik, aki megjelent a rendezvényen a kezdőidőpontban, Solymosi Sándor polgármester úr, és a képviselőtestület több tagja is megjelent, helyi vállalkozók is jöttek, kisebb számban ugyan, de nagyobban, mint tavaly, és reméljük, hogy ezt a szép szokásukat meg is tartják, és néhány lakos is nagyon aktívan kampányolt azért, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ. Ugye tavalyi évben 60.300 forintot gyűjtöttünk össze, és azt szerettük volna elérni, hogy ebben az évben a 100.000 forintot érjük el, és ezt elértük. Jelen pillanatban 124.500 forintnál zártuk a kasszát.